Minden eddiginél több esetben kellett intézkedniük a rendőröknek a kijárási korlátozás szabályainak megsértése miatt a hétvégén. Emelte ki a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a vasárnapi online sajtótájékoztatón. A jó idő beálltával a hétvégén honfitársaink számos alkalommal megszegték a kijárási korlátozásban foglalt szabályokat. Minden eddiginél több, összesen 1905 intézkedést hajtottak végre munkatársaim, csak a kijárási korlátozással kapcsolatos szabályok megszegése miatt. Azt gondolom, hogy bár a vírus lassabban terjed, mint ahogy azt korábban gondoltuk, akkor sem lehetünk felelőtlenek, és azokat a szabályokat továbbra is be kell tartanunk, amelyeket a kormányrendelet, illetve a polgármesterek a hétvégi időszakra vonatkozóan előírtak. Müller Cecília országos tiszti főorvos hangsúlyozta, emelkedik a kórházban ápolt koronavírus fertőzöttek száma. A legfrissebb adatok szerint 931 embert kezelnek kórházban, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen. Az igazolt fertőzöttek 57%-a nő, 43%-uk férfi. Kicsit áttekintve Magyarország járványügyi helyzetét, elmondhatjuk azt, hogy továbbra is sikerül laposan, alacsonyan tartani a járvány görbénket. Noha emelkednek a fertőzötti számok, és ezzel együtt azok a járványt jellemző számok, amikről beszámolok naponta, mégis úgy vesszük észre, hogy az a védekezés, amelyet az önök segítségével folytatunk, hatóság, járványügyi szakemberek, és mindenki, aki érti és hallja a szavunkat, nagyon nagyban hozzájárul ahhoz, hogy kontroll alatt tartsuk tulajdonképpen a járványt. Az országos tiszti főorvos hétfőn közölte, 280-ra emelkedett az elhunytak száma, többségük 60 év feletti, és jellemzően krónikus alapbetegségük volt. Kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy a kóros elhízás az extrém túlsúly is kockázatot jelent a megbetegedésben, mivel a túlsúly terheli a keringést, a légzőrendszert, az ízületeket, és befolyásolja az anyagcserét. Ezeknél a betegeknél a gyógyítás is lényegesen bonyolultabb, tette hozzá. A kórházból koronavírusos beteget csak gyógyultan, két negatív teszt után küldenek haza. Ezzel kapcsolatban elmondta, ha valakit egy szociális intézményből vagy idős otthonból egyéb vizsgálatra küldtek kórházba, de nem volt koronavírusos, akkor hazabocsátása után 14 napos járványügyi megfigyelés alá kell őt helyezni. Ez nem zárlatot jelent, de egészségi állapotát folyamatosan figyelni kell, hangsúlyozta Müller Cecília.